tulajdonképpen a természeti viszonyaiban, hogyha úgy megnézzük, összehasonlítjuk, minden megtalálható Madagaszkáron is kicsiben, mint ami Afrikában. Egy igazi földrajzórába csöppenhettek azok, akik ellátogattak a Világjárók klubja tegnap esti rendezvényére. Böröc Zsolt, a Rozgonyi iskola földrajztanára ugyanis madagaszkári élményeiről mesélt az érdeklődőknek. Több alkalommal voltam már ilyen világjárók sorozatnak az előadásán, és ezek nagyon érdekesek, engem legalábbis nagyon érdekelnek, és örülök, hogy Nagykanizsáról vannak, akik eljutnak ilyen nagyon távoli vidékre, és hát mivel, hogy mi nem tudunk eljutni, legalább az ő dolgaikat megnézhetjük, és örülünk neki, hogy előadják nekünk, amit ők láttak. Lemúrok ugrottak Böröc Zsolt nyakába. Ilyen és ehhez hasonló élményben gyakran volt része a nagykanizsai pedagógusnak, aki összesen 2 hetet töltött Madagaszkáron. Ez idő alatt 3 nemzeti és 4 magánparkban járt, valamint számos más érdekességet nézett meg az óriási szigeten. Vannak védjegyei ennek a gyönyörű szép szigetnek, ennek az országnak. A legfontosabb védjegye lemúrok, a makifélék, amiből nagyon sokféle fajta van, és az érdekesség ugye az, hogy csak itt található az egész földön, Madagaszkáron. Aztán a másik védjegye a kaméleónok, amiből több 100 fajta van. Nagyságra, méretre, küllemre és mindenre nagyon sokféle fajta van. A növényvilága is gyönyörű a szigetnek. Az egyik legjelentősebb a majomkenyérfa, valamint az utazók pálmája. Böröc Zsolt több településen is volt, ahol a helyi lakosok szívesen fogadták. A pedagógus egyébként eddig 55 országban járt már, Madagaszkárra azonban újra visszamenne.